Köszöntelek! Témánk Miért van annyi szenvedés? Hogyan engedheti meg a szerető Isten? Clara Anderson alkalmazottként szolgált San Franciscóban. Nagyon kedves és lelkiismeretes nő volt. Egy nap, amikor immár 15 évi munkaviszony után, hirtelen eltűnt. Munkaadójának fogalma sem volt róla, hogy hová tűnhetett. A város közszolgálati szerve néhány napos keresés után csodával határos módon talált rá a hölgyre. Klara halára akarta éheztetni magát egy San Francisco környéki hegyi rejtekben. Azt mondta: Hagyjanak magamra, meg akarok halni! Az őt megtaláló riporter kérdéseire Klara indokait is megnevezte: Nézze! Senki nem törődik velem! Csupán egy vagyok a sok tízezer közül, akik a társadalomban szolgai munkát végeznek. Életem értéktelen. Nincsenek közeli rokonaim, se családom, se barátaim. Senki sem áll közel hozzám, senkivel nem tudok őszintén beszélni, és a szívemet kijönteni. Hadd halljak meg, senki nem törődik velem. Senki nem törődik velem. Hangzik a férfiak és nők elkeseredett kiáltása a magányos bolygón. Nemrégiben egy Istennel kapcsolatos felmérésben ezt a kérdést tették fel az embereknek: Ha feltehetnének egy kérdést Istennek, mi lenne az? És te? Ha kérdezhetnél valamit Istentől, mi lenne az? Az emberek milliói azt kérdezik. Isten, tényleg gondolsz ránk? Ha tényleg olyan jó vagy, miért van annyi betegség, szenvedés és halál világunkban? Miért van annyi szívfájdalom és szomorúság? Miért van éhezés, árvizek, természeti katasztrófák és háború? Ha elgondolkodunk a körülöttünk történő eseményeken, hamarosan megértjük, hogy egy gonosz erő munkálkodik a Földön. Bárhová nézünk, Szörnyű tragédiáknak vagyunk tanúi minden nap. Ki a felelős a világban tapasztalható tragédiákért és szenvedésekért? Sok ember Istent vádolja nehézségekért. Olyan gyakran halljuk, amint azt kérdezik. Miért tette ezt az Isten vele? Nézzük meg, mit mond a Biblia a jó, a gonosz, boldogság és fájdalom, Egészség, betegség erői között zajló nagy csatáról. Feltehetnénk a kérdést: ha nem Isten hozza ezt a sok fájdalmat és bánatot a Földünkre, akkor ki felelős ezekért a mindennapos tragédiákért? A Biblia megadja a választ erre. Jézus mondott egy történetet a magvetőről, aki jó magot vetett a Földbe, de amire azok felnőttek, mérges gyümök keveredtek a jó növények közé. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki. Uram, avagy vagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe, honnan van azért benne a konkoly? Kíváncsiak voltak arra, honnan származnak a gyomok. Ő pedig felelvén mondanékik, aki a jó magot veti, az embernek fia. A szántóföld pedig a világ a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Idéztem Máté evangélium a 13. fejezetéből. Miközben Isten szeretetet és kedvességet sugároz mindenkire, egy másik hatalom is munkálkodik, amely viszont baleseteket, tragédiákat, halált és betegséget hoz Isten gyermekeinek az életébe. A Biblia utolsó könyve, a jelenések könyve beszámol mindennek a kezdetéről, hogy megérthessük, mi is történt a mennyben, ami végül a földön eluralkodó nyomorúsághoz vezetett. Talán meglep bennünket, de valamikor háború volt a mennyben. Jelenések 12. fejezete, 7-től a 9 verség így olvasom. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak a sárkányjal. És a sárkány is viaskodik, és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. S vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét eljíteti, vetteték a földre, és az ő angyala is ő vele levettetének. A jelenések könyve így mutatja be ezt a sárkányt. Láttaték más jel is az égben, és imévala vala egy nagy veres sárkány, akinek hét feje és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona. És a farka utána vonzá az ég csillagainak harmad részét, és a földre veté azokat. A Biblia szerint a mennyei angyalok egyharmada követte a csalót az Isten elleni lázadásban. Tekintsük most meg közelebbről, ki is volt ez a Lucifernek nevezett bukott angyal. Az Ószövetség Tírus királyaként említi. Így olvassuk. Így szól az Úristen. Te valál az arányosság pecsét gyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben írja Ezékiel proféta, 28. fejezet, 12. verse. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva valál mindenféle drága kövekkel. Valál felkent oltalmazó kérub. Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Lucifer egy szépséges angyal volt, akit Isten minden szempontból tökéletesnek teremtett. Ő volt az az angyal, aki mint oltalmazó kérub Isten közvetlen közelében járt. Lucifer magasztos szerepkől töltött be a mennyben. Isten kegyelmi trónja mellett két angyal állt, az egyik jobbról, a másik balról. Ezek közül az egyik Lucifer volt. Nem volt elégedett azzal, hogy Isten közvetlen közelében lehetett. Ő maga szeretett volna Isten lenni valami történt Luciferrel, és azzal a szoros kapcsolattal, ami Istenhez fűzte. Isten így szólt Luciferhez. Fethetetlen valál utaidban, attól a naptól fogva, melyen teremtettél, mi gonoszság nem találtaték benned. Szíved felfogalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben. Ez a szépséges és felmagasztalt angyal az önzés útvesztőjével keveredett. Irigyelte Isten dicsőségét és az egyedül neki járó oldalatot. Hatalombát töltötte be. Odáig merészkedett, hogy megpróbálta megszerezni teremtőjétől a világegyetem feletti uralmat. Figyeljük csak! Miként estél alá az égről fényes csillag hajnalfia, levágattál a földre, Holott te ezt mondd szívedben? Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és hasonló leszek a magasságoshoz. Mihelyt ezek az öntelt szavak elhagyták Lucifer ajkát, a menny tökéletes szeretete és egysége meg annyi önző darabra hullott szét. Nem sokkal ezután Lucifer terjeszteni kezdte az elégedetlenség lelkületét a többi angyal körében is lassan, de biztosan alásta Isten szeretetét és igazságát. Mint a rothadt gyümölcs a dobozban, a lázadás áthatott a menny többi angyalaira is. Talán felmerül bennünk a kérdés, hogy Isten miért nem pusztította el sátánt azon Nos, Isten egyetlen vakító villanással megsemmisíthette volna Lucifert és a hozzá csatlakozó angyalokat. De ha így tett volna, minden teremtménye félelemből szolgálta volna őt. Tegyük fel, hogy Isten megfoszt döntési szabadságunktól és robotnak alkott bennünket. Szeretnéd, ha a gyermeked robot volna? Mit szólnál egy olyan gyermekhez, aki mindent elvégez, amire beprogramozzák? A gyermek ébredés után mondjuk így szólna: Igen, anya. Meg fogom enni a rist. Igen, apa, kifogok takarítani. A gyermek robot volna, hideg acél géprobot És nem volna többé gyermek. Szeretnél ilyen gyermeket? Természetesen nem. Isten sem akart ilyen teremtményeket. Mert Isten a szeretet Istene. Csak olyan szeretett kapcsolat jelenthet örömöt számára, amelyben teremtményei azért imádják őt, mert szeretik és bíznak benne. Sátán megtámadta Isten törvényeit és igazságát, holott Isten nem azért adta ezeket a törvényeket, hogy megmutassa kié a hatalom, hanem hogy megvédje teremtményeit, békességet és boldogságot biztosítson számukra. Isten törvényei olyanok, mint a jelző lámpák vagy a figyelmeztető táblák, melyek saját biztonságunkat szolgálják. Ez a nagy dicsőségnek örvendő angyal azonban úgy vélte, hogy az egész világéletemet jobban tudnák kormányozni teremtőjénél. Sátán Isten ellenségévé tette magát. Isten minden embernek megadja a jogot, hogy az engedelmesség és az engedetlenség között válasszon. Igazsága és szeretete által megengedte Sátánnak, hogy bemutassa a világegyetemnek, hogyan tudná irányítani a világot. Nem érthetjük meg teljesen, miért indította el Sátán a lázadásnak ezt az áramlatát, hiszen Isten jóságos volt minden angyalához és teremtményéhez. A mennyben kezdődött harc még nem ért véget, csupán helye változott meg a föld vált a szinterévi a jó és a gonosz közötti harc befejező szakaszának, amely során sátán bemutatja, hogy hogyan uralkodna a saját elképzelése szerint. Miért pont a föld? Miért volt szükség arra, hogy bolygónk látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek? Amikor a teremtőnk megalkotta a földet, leírhatatlanul szép és tökéletessé alkotta azt. Nyilvánvaló, hogy ez sátán is így látta, mert fogjulejtésre méltó helynek találta azt. Kétségtelen, hogy sátán nem próbálkozott egy olyan bolygó meghódításával, melyen Istent szerető és hűséges teremtmények milliói éltek. Ehelyett inkább az újszülött föld leigázásának tervét vette eszébe. Noha Ádámot és Évát, az emberi faj, Atyát és Anyját Isten tökéletesnek alkotta meg, egyben nekik is megadta a rossz választásának elvi lehetőségét. Szabadon dönthettek arról, hogy szeretni és követni kívánják Istent, vagy inkább elvetik rendeléseit. Isten egy fát használt fel arra, hogy megpróbálja Ádám és Éva hűségét. Így figyelmeztette őket. Kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Ezt egyáltalán nem lett volna nehéz teljesíteni. Ádám és Éva biztonságban érezhették magukat. Az ember azonban akkor a legsebezhetőbb, amikor megfeledkezik az elővigyázatosságról, mert biztonságban érzi magát. Ez történt Évával is. Sátán felhasználta természet feletti hatalmát Éva megtévesztésére. Sátán ritkán mutatkozik meg nyíltan és leplezetlenül. Ő nagyon hazug. Kormányokat, szervezeteket, embereket, vagy akár egy kígyót is felhasználhat ügye véghezviteléhez. Ezért mondta Pálapostól. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Éva csapdába esett eszébe se jutott, hogy a beszélő kígyó szavai sátántól erednek. Az ördög kígyó formájában kérdezte tőle. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Éva így felelt. A kert fáinak gyümölcséből lehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. A kígyó beszédek közben Évának biztosan eszébe jutott az, hogy a kígyó valami mást mond, mint amit Isten mondott nekik. Talán mivel megérezte Éva bizonytalanságát, a kígyó sietve hozzátette. Ha nem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Az ördög azt sugalta, hogy Isten nem volt igazságos, mert visszatartott tőlük valami jót. Az Istenhez való hasonlóság vágya volt sátán bukásának oka. Ez a gondolat akkor Évának is tetszősen hatott, és egy óvatlan pillanatban elcsábult. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék. És Éva adott a gyümölcsből Ádámnak, aki szintén evett belőle. Ádám és Éva nem állták ki a hűség és szeretet próbáját, és hamarosan a bőrükön is megtapasztalták, hogy valami nincs rendben. Sátán rabul ejtette az újszülött világot. Ettől a pillanattól kezdve jogot formált a világfejedelme címre. Ő lett a föllázat bolygó uralkodója. Ádám és Éva hallgattak a gonosz hangjára. Amint ez a tragikus nap végéhez közeledett, Isten szokása szerint eljött Ádámhoz és Évához az alkonyat hűvösében. Mindaddig ez volt számukra a nap legboldogabb része, hiszen közvetlenül beszélgethettek Istennel, akit. Teremtette őket. Ezen a napon azonban elrejtőztek a bokrok közé. Végül Ádám lassan előmerészkedett valamelyik bokor mögül, és vallomást tett. Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. Ádám azelőtt még soha nem érzett félelmet. De ez a bűn következménye a bűn miatt az ember még Istentől is félni kezd. Isten így felelt. Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? Ádám így válaszolt. Az asszony, akit mellém adtál vala, ő ad a nékem arról a fájról. Úgy ettem. Néhány órával előbb Ádám még kész lett volna életét adni Éváért, de most őt okolta, és Istent vádolta, amiért megteremtette őt. A bűn tönkre teszi a szeretetet. Éva sem viselkedett másként. Amikor Isten megkérdezte, mit tett, így válaszolt. A kígyó álmitott el engem, úgy evém. Éva is Istent hibáztatta. Tulajdonképpen ezt mondta, a kígyó, amelyet teremtettél, vidd bele engem ebbe a dologba. Azon a napon Ádámnak és Évának szembe kellett néznie a halálos ítélettel. Hogy nehessenek többé az élet fájáról, Isten kizárta őket édeni otthonukból. Túl későn fedezték fel, hogy az ördög a hazugság atya. Könnyű Istent vádolni a világ fájdalmaiért és szenvedéseiért, de igazából sátán a felelős a bajokért. Ő hozta a bajt bolygónkra. Ő a bűn és a szenvedés okozója azóta is. Jézus leleplezte az ördögöt és szenvedéseket okozó módszerét. Egyszer, a zsinagógában tanítva, észrevett egy igen meggyörnyedt és beteg asszonyt. Jézus megérintette az asszony szomorú helyzete, és meggyógyította őt. A vezetők azonnal bírálni kezdték Jézust, mivel szombatnapon vitte végbe a gyógyítást. Jézus így védelmeztetettét. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött, imé 18 esztendeje, nem kelletté feloldani a e kötélből szombatnapon. Jézus azt mondta, hogy sátán volt az, aki már 18 éve megkötözve tartotta az asszonyt sátán volt a felelős. Sátán gonosz ereje húzódik minden betegség, szenvedés, fájdalom és maga a halál mögött is. A Bibliában talán sehol nem látjuk olyan világosan sátán munkálkodását, mint Jobb könyvének első fejezetében, ahol az ördög és Isten párbeszéde van lejegyezve. Sátánnak a mennyből való kivetése után nem sokkal történt, hogy Isten fiai megjelentek Isten imádására. És sátán is eljött. Képzeljük el, Isten fiai egybegyűlnek, és sátán hivatlanul megjelenik közöttük. És mondta az úr a sátánnak, honnét jössz? Más szóval, téged kihívott. Milyen joggal jöttél ide? Sátán így felelt. Körülkerültem, és át meg átjártam a földet. Sátán jogot formált a föld felett átvette Ádám szerepét. A Biblia Isten fiaként említi Ádámot, miként azokat is, akik aznap megjelentek Isten előtt. Talán egyéb világok vezetői is lehettek, amint Ádám is eredetileg a föld első embere volt. Akárhogy is, Isten nem hagyta figyelmen kívül sátán követelését, és így szólt. Észrevette dél az én szolgálmat, jóbot. Bizony nincs hozzá hasonló a földön fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felele pedig az Úrnak a sátán, és mondta: Avagy ok nélkül félié jobb az Istent? De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozé meg szemtől szembe téged. Micsoda kihívás! Sátán azt állította, hogy jobb csupán érdekből maradt hűséges Istenhez, és nem azért, mert szerette őt és bízott benne. Az úr pedig mondta a sátánnak. Imé, mindazt, amilyen van, kezedbe adom, csak ő magára ne nyújts ki kezedet. És kiméne a sátán az úr elől. Sátán elsietett, hogy mi hamarabb rátegye kezét jó javaira. A csapások sora hamarosan elkezdődött. Először az történt, hogy a szabeuszok ellopták jobb marháit és meggyilkolták munkásait. Másodjára villám csapott juhaiba és pásztoraiba. Harmadjára a kádeusok elhajtották jobb tevéit. Negyedjére következett a legszomorúbb hír. Jobb legidősebb fiának otthonát lerombolta a szélvihar. Éppen összejövetel volt, így jobbnak mind a tíz gyermeke meghalt. Szegény jobb azt gondolta, hogy az Úr vette el tőle javait és okozta a sok-sok szomorúságot. Nem értette, hogy mindez az ördögtől erett. Noha jobbot lesújtotta a fájdalom, hűsége Isten iránt továbbra is megmaradt. Jobb így szólt. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Noha jobb nem értette a tulajdonát és gyermekeit elpusztító tragédiákat, továbbra is ugyanúgy bízott Isten jóságában. De sátán még nem végzett. Újra megkereste Istent, és így szólt: Mindent, amilye van, odaad az ember az életéért. Azért bocsást ki csak a te kezedet, és verd meg őt csontjában és testében, vagy nem átkozé meg szemtől szembe téged. Monda pedig az úr a sátánnak. Ímé kezedbe van ő, csak életét kíméld. A próba folytatódott. Hűséges marad -e jobb, még ennél a keserűbb körülmények között is, vagy pedig hátat fordít Istennek. És kíméne a sátán az úr elől, és megveré jobbot undok fekéjjel, talpától fogva a feje tetejéig. Akinek a bőrén már volt akár egyetlen fekély, Jól tudja, milyen fájdalommal jár. Képzeljük el azonban Jóbot, aki tetőtől tarpig fekélyek borítottak. Annak ellenére, hogy sátán megfosztotta Jóbot vagyonától, gyermekeitől és egészségétől, jobb hű maradt Istenhez. Micsoda hithős? A Biblia ezt mondja. Mindezekben nem védkezék jobb és Isten ellen semmi illetlen nem cselekedék. Ki ártott jobbnak? Ki okozta a csapásokat? Sátán. Kilopta el a marháit és ölte meg szolgáit? Sátán. Kitől eredt a szélvihar, ami jobb fiainak és lányainak halálát okozta? Sátántól. Előfordul, hogy az Úr megenged nehézségeket az életünkbe, hogy megpróbálja a hűségünket és a szeretetünket, de sátán a felelős minden gonoszságért, ami csak előfordul földünkön. Mindannyian egy zűrzavaros tragédia középpontjában állunk. A harc, a törvény és törvénytelenség, a teremtő és az őslázadó sátán között folyik. Egyikünk sem lehet pusztán kívülálló szemlélő. Ha elfogadjuk, hogy sátán csupán a képzelet szülötte, akkor teljesen készületlenek leszünk arra, hogy szembeszálljunk hatalmas tudásával. A jelenések könyve ezt mondja. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög, ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Péter így figyelmeztet. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljem. Bár sátán a tőle telhető leggonoszabbat cselekszi, a teremtés istenének van terve az újjáteremtésre. Ebbe bevonta szeretet fiát Jézust, aki kész volt meghalni azért, hogy megfizesse helyettünk adósságunkat, hogy így mi is elnyerhessük az örök életet. A Biblia szerint Sátán ordító oroszlánként keresi prédáit. Heródesen keresztül ő nyilvánult meg, hogy elpusztítsa a gyermek Krisztust, de vereséget szenvedett. Sátán megkereste Jézust a pusztában, és mennyei angyalnak álcázva magát, három kísértéssel támadta meg őt. De örök vereséget szenvedett. Krisztus meghalt a keresztem, de fel is támadott. Hála Istennek! A teremtő odaadta fiát, a fiú pedig felajánlotta önmagát azért, hogy visszafordítsa a mi sorsunkat. A győzelem órája volt ez, amely szabadulást hirdetett az ördög fogjainak a földön. Azon a napon sátán vereséget szenvedett ellenség lett. Krisztus saját halála által jogot szerzett minden gonoszság és szenvedés megsemmisítésére. Pál így írt a zsidókhoz írt levél második fejezet 14. versében. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítje azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. Sátán megmutatta jellemét az egész világegyetem előtt. Cselekedetei a mai napig megmutatják számunkra a világ irányításáról való elképzelését. Tornádók, földrengések, árvizek, bűnözés, betegség, szomorúság és fájdalom. Ezeket látjuk nap mint nap. Mindezek mögött azonban sátán természetfeletti munkálkodása áll. Ezek a tragédiák nem Isten tettei, hanem az ördögéi. Talán te is eltűnődsz az életedben előforduló nehézségeken és fájdalmakon. Talán egy elveszített gyermek, vagy barát fakasztja fel szívedből a kérdést. Hol van Isten? A Biblia tanítása szerint Isten mellettünk van. Jelen van, amikor fájdalom, bánat és nehézség gyötör bennünket. És hamarosan eljön, hogy végleg elrendezze a bűn és a szenvedés drámáját. A jó hír az, hogy a sátán által megszállt föld hamarosan megszabadul ennek tudata megnyugtatja a félelmekkel teli és aggódó utasokat emet cél tévesztett bolygón. Istennek terve van a csaló sátán elpusztítására. Lássuk, mit mond a Biblia sátánról. Elvesztelek téged, te oltalmazó kérub. Tüzet hoztam ki belsődből, ezemésztett meg téged, és tettelek hamuvá a földön a bűn és a szenvedés örökre megsemmisül. Igen, Jézus hamarosan eljön, de immár nem szegény galileaiként, leköbdösött, gúnyolt és megtagadott megváltóként, nem a kereszten függő Krisztusként, hanem a királyok királyaként és a seregek uraként. Készen kell lennünk a vele való találkozásra, mert ha ezt elvétjük, mindent elveszítünk. Ez a kérdés ma. Kinek hiszünk? Kit követünk? A szerető Istent vagy egy bukott angyalt? Az egész világnak e kettő közül kell választania. Te kit pártolsz? Kinek az oldalára állsz? Jézus minden békétlen és magányos szívű, fájó lelkű és bűnös gyermekéhez ezt a szerető meghívást intézi a bolygón. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megterehetettetek, és én megnyugoszlak titeket. Azt, aki hozzám jö, semmiképpen ki nem vetem. Nem csodálatos hír ez. Az élet tragédiái, csalódásai és fájdalmai közepette Jézus jelen van. Ő megérti azokat a fájdalmakat is, amelyek talán épp most téged bántanak. Jézus megérti, milyen érzés, amikor betegség rombolja a tested. Ismeri a testi kint. Megtapasztalta azt, amikor gonosz módon átszegezték lábát és kezét. Jézus ismeri a magányosságot. Megtapasztalta, amikor egyedül függött a kereszten a sötétben. Ismeri a szegénységet, megtapasztalta, amikor kevés étellel és hajlék nélkül rótta Palesztina poros útjait. Jöjj ma Jézushoz! Jézus új reménységet és bátorságot ad. Ez a legnagyobb örömhír. Egy napon Jézus újra eljön a földre, hogy véget vessen a földi szenvedésnek. Újra eljön és újjáteremti a földet a bűn és a bűnösök megsemmisülnek. Sátánra teljes és végső vereséget mér. Jézus szeretne visszahozni téged is Isten nagy családjába, hogy örök életed lehessen a megújított bolygón. A döntést azonban neked kell meghozni. Kit választasz uradnak és mesterednek? Élet és halál kérdéséről van szó. Engedd be most a szívedbe Krisztust. Krisztus tárt karokkal vár, és így szól: Jöjj, jöjj, jöjj! Hajtsuk meg fejünket, mi alatt én imádkozom. Szerető megváltónk! Köszönjük néked azt, hogy fölfetted most előttünk azt a te igéden keresztül, hogy ki, Felelős ezért a sok szenvedését, bajért, bűnért, halálért és betegségért. Láthatjuk azt, hogy a te egyik teremtményed, aki egy bukott angyal ki kellett kerülnie a mennyből, és erre a földre esett le. És sajnos bennünket, az emberiséget ilyen bűnbe és nyomorúságba taszított. Köszönjük azt is, hogy te megváltunk, Jézusunk, eljöttél, és a kereszten meghaltál értünk. A következő dicső esemény az lesz, hogy te eljössz a felhőkön, és szeretnél elvinni a te országodba bennünket. Kérünk arra téged, hogy segíts mindezeket megértve átadni a mi szívünket neked, hogy el tudj jönni majd miértünk. Köszönöm, hogy meghallgatod az imánkat. Amen.